Rovatunkban a haj problémákról fogunk beszélgetni. Remélem, hogy nem csak a problémákra, de a megoldásokra is fény derül majd. Itt van már velem a stúdióban dr. Pekár Szilágyi Csaba hajgyógyász. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm. Itt egyeztettünk az adás előtt, és logikai sorrendben fogunk haladni a haj problémák között. Az első ezek közül a zsíros haj. Hát szerintem sokakat érintő problémáról van szó, de mitől zsírosodik a hajunk? Mi ennek a legfőbb oka? A hajzsírosodás az szorosan összefügg a fejbőr zsírosodással. Mindenkinek a fejbőre, illetve az egész bőrén van egy védőréteg, az emésztőrendszerhez hasonlóan. Ennek a védőrétegnek az összetevőit, a fagyúmirigyek, verejtékmirigyek és maga az elhalt hámsejtek darabjaiból tevődik össze. Ez alapvetően enyhén savas, egy 5,4-5,9-es pH-jú, főleg a fejbőrön, más területeken ennél lugosabb egy kicsit. Na most a fagyúmirigyeknek nem csak a védőréteg képzésében van szerepük, hanem az érpályával a bőrbe, és onnan a fagyúmirigyek által kiválasztott méreganyagoknak a kiválasztásával is. Tehát egy kiválasztó, méregtelenítő funkciója is van. És ha ez túlfokozódik, akkor beszélünk zsíros fejbőrről. Ez egy normális folyamat. Ha valaki kicsit rosszabbul étkezik, pár napig zsírosabb lesz a bőre, de annak utána el kell múlnia. Akkor, ha mondjuk zsírosabb ételeket fogyasztunk, akkor a hajunk is gyorsabban zsírosodik tőle? Igen, ez részben igaz, illetve úgy mondanám, hogy az emésztőrendszert károsító anyagokat, ha fogyasztunk, akkor a fejbőr bizonyos területei a méregtelenítés miatt zsírosabbak lesznek. Nem is gondoltam volna. Én például azt tapasztalom, hogy itt a városban, a városi környezetben hamarabb zsírosodik a hajam, mint ha mondjuk vidéken a jó levegőn, a friss levegőn vagyok. Ez igaz, vagy itt tévesen mértem föl ezt? Ez igaz, itt inkább a külső hatásokat emelném ki, tehát rossz minőségű levegő veszi körbe a fejbőrünket, sok kipufogó gáz, tehát szennyezett levegő, ami apró porszemcsék ráülnek a bőrünkre, ez fokozza a védőréteg képződésének a hajlamát, és zsírosabb lesz a fejbőr, ami lefertőződik, és majd később beszélünk a korpákról és a különböző korpa típusok kialakulását hozza létre. Az előző beszélgetésünkkor is megállapítottuk, hogy minél inkább természetes samponokat és balzsamokat és egyéb készítményeket kellene használnunk, akkor ez most is így van, de mi az, ami a zsíros hajra jó, vagy mi az a gyógynövény, amit mondjuk a samponokba keressünk, hogyha zsíros a hajunk? Ha zsíros a hajunk, megint csak a sarokba, kályhához tudok visszamenni, az étkezésünket kell rendbe tenni. Tehát megfelelő étkezéssel rendbe tartani, megfelelő étkezéssel életmóddal rendbe tartani az emésztőrendszerünket, a belső szerveink napi 24 órás ciklusának megfelelően élni az életünket, tehát amikor aludni kell, aludjunk, hogy akkor tudjunk méregteleníteni, tehát időben feküdjünk le este, és hagyjunk időt az epének, a májnak, a tüdőnek és a vastag bélnek reggel 7 óráig méregteleníteni, és akkor kevesebb feladat hárul a bőrre, kevésbé lett zsíros. És akkor a zsíros hajból következik ugye a korpás haj, de ott mondta, hogy rögtön tegyük tisztába, hogy mi is az, hogy korpás haj, mert hogy többféle korpa típus létezik. Igen, tehát általában a köznyelvben korpának nevez mindent, ami a fejbőrön található, és onnan lejön. Tehát hámdarab, vagy zsíros darab. Most szakmai szempontból a korpának két fő típusát különöztetjük meg, mind a kettő fertőzéses eredetű. Az egyik a zsíros korpa, amikor bakteriális fertőzésről van szó, és ez maga a zsír a táptalaj neki. A másik a száraz korpa, a zsírosodás nélkül az gombás fertőzést jelent, és a gomba hám rétegekben foglal helyet, és a fölötte lévő hám réteget letolva hám darabok fognak leválni. Hát ez olyan, mint amikor mondjuk a bőrünk hámlik esetleg, vagy mondjuk egy leégéstől, igen, vagy nyáron. Igen, napégéskor ilyen vízhólyagok képződnek a bőrben, és akkor maga az választja le a rétegeket. Ilyenkor milyen készítményeket érdemes keresni, vagy mivel kezeljük mondjuk a korpás fejbőrt? Zsíros korpa esetén flavonoid és növényi antibiotikum tartalmú készítményeket lehet kapni boltba is, meg mi speciálisan egyénre szabottan összeállított kezelést végzünk, és ezzel a külső fertőzést megszüntetjük, és megnézzük, hogy alaphelyzetben mennyire zsíros a bőr, hogy kell-e belső kezelést végezni, vagy csak egy külső fertőzés okozta az egészet.
Mik ezek a gyógynövények, amik ilyen antibiotikum tartalmúak tehát, lehetnek? Kiemelném a diófa levelet, a nyárfa, a nyírfakérekből készült kivonatokat. Flavonoid tartalmúak, a piros bogyós gyümölcsűek, a sötét magvak. És akkor később még szeretnék beszélni, csak megemlíteni a pszoriázist, ami a bőr egyik legsúlyosabb betegsége, és nagyon sokan összekeverik ezzel az előző kettővel, a korpával, hiszen ilyenkor is hámdarabok válnak le, de ennek nagyon komoly belső gyulladások vannak mögöttem. Hát meg jóval intenzívebb is. Meg jóval intenzívebb, igen. Csak akkor a hétköznapi nyelven azt is korpának nevezik. Hát de ilyenkor azért észre is lehet venni, hogy valami nem stimmel, és ilyenkor tényleg érdemes bőrgyógyászhoz fordulni ezzel. Igen. Van mondjuk nem tudom, aki jobban hajlamos mondjuk a korpásodásra, a fejbőre, hogyha mondjuk akár már gyerekkorában is volt, akkor mondjuk ki lehet ezt nőni, lehet kezelni, vagy vissza-visszatér? Igen, tehát a serdülőkor az, amikor a hormonális átállás van, akkor több olyan anyag képződik, ami zsírban oldódó, és a fagyomirigyeket többletmunkára készteti, de bármilyen hát genetikai betegségek is vannak, de inkább életmódra vezetném vissza, meg táplálkozásra, amikor a máj túlterhelődik, nem bírja a saját méregtelenítő funkcióját ellátni, és átrakódik a bőre, és akkor ideiglenesen hosszabb, vagy rövidebb ideig zsírosabb lesz valakinek a bőre. Hát ami talán engem is a legjobban érdekel a mai beszélgetésünkben, ez a száraz töredezett haj, mert itt már a múltkor is elárultam, hogy hát én ugye hajvasalóval formázom minden reggel a hajamat, és hát bizony a végeinél tapasztalom, hogy sokszor vagy hát gyakrabban elszáradnak, vagy töredeznek. Itt az a fő kérdés, hogy ilyenkor csak az olló segíthet, vagy van-e mondjuk kicsit kíméletesebb megoldás erre? Hát legolcsóbb megoldás az olló, vannak hajápoló, hajvégápoló olajok is, de itt vissza kell megint térnünk a fejbőre, mert azt határozza meg a hajunk állapotát is. Nagyon egyszerűen, ha mondom, a fejbőrön van egy védőréteg, egy normál baktérium kultúrával, ha ez élő, egészséges, akkor a hajszálunk is az. A hajszálunkat is beborítja ez a védőréteg, a belső velőállománya föl tud vízzel telítődni, és akkor szép csillogó, fényes tartása van a hajnak. Ha valami probléma van a fejbőrrel, akkor ez a védőréteg hiányzik a hajszálakról, és a hajszál legkülső réteg olyan, mint a fenyőtoboz, kipattan. Tehát egy bizonyos szellőzési funkciója is van, a hajszálat szellőzteti. De ez ilyenkor azért nem természetes folyamat, hogy mondjuk itt töredezik a hajunk, vagy kiszárad a hajunk? Ilyenkor, ha nincs védőréteg, a fizikai sérlések, tehát fizikai hatásokra jobban sérül egy fésülködés, egy hajmosás jobban igénybe veszi. Akkor beszélgettünk a múltkor a hajszárításról, mint hogyha ha intenzívebb, mint kellene, és gyorsabb, akkor vízgőz képződik benne, mint a pattogatott kukorica. Vannak genetikailag öröklött töredezésbetegségek, amikor a fehérje szál a keratin képződésénél problémák lesznek, és szinte 5-6 centinél hosszabbra nem tud megnőni a haj, mert letörik. Tehát ilyenkor érdemes mondjuk ez a keratin, ez mondjuk egy bűvös szó, hogyha egy száraz töredezett hajra gondolunk? Igen, tehát kozmetikailag lehet bevinni, és egy ilyen külső támasztékot adni a hajnak, de sosem szabad hajtőemelőket használni, mert az a haj tövét zárja le, és nem engedi szellőzni, nem engedi, hogy a fagyú, mert így váladéka kijöjjön, lezárja, és akkor elpusztul benne a hajszál, és kopaszak leszünk. Mennyi mindenre kellene odafigyelni, vagy mennyi minden összefügg egymással, mennyi mindent rosszul csináltam mondjuk eddig, itt egy kicsit ezen is elgondolkodom, de említette például az olajakat, mint esetleg lehetséges megoldás arra, hogy ezeket a száraz részeit mondjuk eltüntessük, vagy egy picit elfedjük a hajunknak. Itt nincs meg az a veszélye, hogyha ezeket az olajakat használjuk, alkalmazzuk, akkor a zsírosodásra hajlamosabb lesz majd a hajunk? És akkor hát, bekerülünk egy ilyen ördögi körforgásba? Hát szakember által irányítottan kell végezni, úgy mondom, tehát magától senki nem. Vagy fodrász, vagy hajgyógyász irányításával végezze mindenki. Tehát magától, hogy olvasta valamilyen internetes oldalon, ne kezdjen el ilyenekkel foglalkozni. Most ebben a nyári időszakban a napfény, vagy mondjuk a vizek, mondjuk akár a sós víz, de akár mondjuk egy Balatonra gondolok, azok ártalmasak lehetnek a hajunknak? Vagy mire figyeljünk oda, hát mondjuk így a strandoláskor? A sós víz azt ajánlani tudom, mert a bőr működését javítja, a hidratáltságát, az elhalt hámsejteket letiszt, tehát a bőrt megfiatalítja. Azt tudom ajánlani.
És mi a helyzet a pakolásokkal? Mert itt még van, a csodaszereknél tartunk, akkor igen, vannak például a hajpakolások is. Azokat hogyan alkalmazzuk, vagy kik alkalmazzák? Az is egy rendszeres hajápolási szertartásunkba tartozhat, mondjuk? Igen, tehát ha valaki szeretne ilyen szertartásokat végezni otthon, akkor általában egy 3 lépcsős kezelést szoktunk ajánlani nekik. Először egy olajos kezelést, amivel egy bőrradírszerűen kitisztítjuk a pólusokat, utána egy samponos kezelést, megfelelő összetételben, ami a hajszálakat és a hám felső részét tisztítja, és utána jöhetnek a pakolások, amik a megtisztított, megnyílt pólusú bőrnek a mélyebb rétegeire, az írhához is lejutnak, és a hajgyökereket közvetlenül tudják táplálni. Ha már azt mondtuk, hogy szertartások, akkor itt a fésülködés az mikor jelenjen meg a folyamatban? Vizes hajon kell a fésülést elvégezni, száraz hajon? Mi az, ami legkevésbé árt majd a hajunknak? A vizes hajon tudom javasolni, tehát hajszárítás előtt. Hajszárítás után is lehet, de a vizes haj kevésbé sérülékeny ilyen esetben. És a hajformázókat sem kerüljük el, mert azért bizonyára a kedves nézők között is van olyan, akinek mondjuk muszáj használnia a munkája miatt. Ott mit ajánl a hajgyógyász, vagy hogyan próbáljuk ezt egy kicsit finomítani? Hát nehéz kérdés, mert itt már a kozmetika meg a gyógyítás nem kerül egymással szembe, de nagyon szorosan, finoman kell meghatározni. Mindenképpen vizes hajon kell végezni ezeket, hajszárítás előtt. Vannak különböző anyagok, amivel a keratin szálaknak, amik ugyan spirál alakban, ennek a hajszába fölfele, azokat ki lehet egyenesíteni, és egy más formában visszakapcsolni egymáshoz, de ez már speciális fodrászati munka, ezt inkább egy fodrász szakembertől kell megkérdezni, ilyen nem foglalkozom. Múltkor is belementünk olyan témába, ahol mondjuk így egy kicsit hárítani kellett. Van mondjuk fekete lista, ami így a hajunk egészsége szempontjából fekete listára, vagy tiltó listára kerülhet? Hát igen, sok. Hát a hajszárító akkor az első helyen szerepel. Az első helyen, így van. Például az őszülésnél a hajfestés. Nagyon jó, ha valaki festeti a haját, de nem mindegy mivel, és először tudja meg, hogy mi miatt festeti, tehát őszülésből vagy divatból. Most ha őszülésnél, akkor inkább az őszülés okát kell kezelni. Ha meg divatból, vagy nem tetszik a saját színe, akkor inkább fessük a haját. De ott is vannak olyan anyagok, amit mondjuk kerülnünk kell a hajfestékekben, hogyha találkozunk mondjuk. Gyakorlatilag egy egészséges hajszál minden vegyületet, ami hozzáér, bevezet a hajgyökerébe, és a hajgyökerében mérgezi. Tehát gyakorlatilag, mintha beinekcióznánk a fejbőrt. Volt olyan páciensem, férfi beteg volt, aki ilyen punk viseletet hordott, középen volt ugye haja, és mindig festette. És 40 éves korában jött hozzám, hogy mindenütt van haja, csak pont középen nem, ahol a sok festék ugye a hajgyökereket tönkretette. Hát ő neki már beültetni kellett. Hát érdemes akkor tényleg időben elkezdeni, igen, odafigyelni a hajunkra, mert hogy aztán később is legyen majd hajunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is beszélgethettünk, és hogy végignéztük ezeket a problémákat. Hát én is elgondolkodom majd a hajápolási szokásaimon. További jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen.